Dr. Svébis Mihály már 18 évesen tudta, hogy sebész szeretne lenni. Végül a sors és a kitartó munka ennél sokkal messzebbre repítette. A 4 gyermekes családapa 38 éve van a pályán, jelenleg a Bács-Kiskun megyei kórház főigazgatója. A mai napig szinte minden nap operál. Azt mondja, ha újra kezdhetné, semmit nem csinálna másképp. Dr. Svébis Mihállyal egy kávé mellett beszélgettem. Főigazgató úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és kávézunk egyet. Amióta azért így én is a médiában tevékenykedem, nagyon sok esetben találkoztunk mi már különböző adományátadón, bálakban, tehát nagyon sok rétű személyiségnek képzelem én el, de hogy érzi, hogy ez az egész hivatás, az mennyire teljesítette be azokat a vágyakat, azokat az elképzeléseket, amiket annó hozzáfűzött? Hát én úgy gondolom, hogy maximálisan, tehát amikor gimnazista koromban végül is úgy döntöttem, hogy én szeretnék az orvosira jelentkezni, akkor egy nagyon érdekes dolog volt. Amikor ez a döntés megszületett, akkor rögtön az is megszületett, hogy én mindenképpen sebész szeretnék lenni. És amikor ezt édesapámnak otthon annak idején elmeséltem, akkor egy ilyen bájos mosoly volt édesapám arcán. Tudnélik, ha én vért láttam, akkor rosszul lettem. Komolyan? Komolyan. És egy ilyen enyhe legyintés volt, hogy hát ugye ez még változni fog az elkövetkezendő időszakban. De aztán amikor látta, hogy ez egy határozott elképzelés, akkor maximálisan támogattak ebbe. Ugye nálunk a családban soha senki nem volt orvos. Én egy kis faluba, Újhartyánba születtem Pest megyében, és maga az, hogy orvos lehettem, aztán utána követett az öcsém is, mert ő is orvos lett, ő belgyógyász lett. Azért ez egy fantasztikus dolog volt nekünk, és akkor az ember el se tudta volna képzelni, hogy azért hát egy ilyen sokrétű pályá áll előtte, amit én úgy gondolom, hogy sok-sok sikerrel tudott megvalósítani. Nyilvánvalóan akkor nem is volt egyelőre más cél, csak az, hogy egy jó sebész szeretett volna lenni. Aztán, hogy közben elkalandozott az igazgatás fele is, hát ez a sorsnak egy plusz ajándéka volt. De voltak-e olyan pillanatok esetleg, amikor egy kicsit úgy érezte, hogy meginogott, vagy nem teljesen biztos abban, hogy ezt az egészet, ezt végig tudja úgy vinni, ahogy ezt 18 éves korában elképzelte? Természetesen voltak nehézségek, de hát azok a nehézségek azért vannak, hogy az ember leküzdje ezeket. Viszont volt egy nagyon érdekes történet, és ez mindjárt a felvételénél történt, amikor ugye egy 18 éves gimnáziumban végzett fiatalember, aki azt hiszi, hogy az egész világ az övé, akkor szembesülni kellett nagyon furcsa dolgokkal, ugye én Pirosta gimnáziumban végeztem, és amikor elmentem felvételizni, akkor a Szóbelén, hát ugye akkor még bőven a régi rendszer volt, és ugye ott a felvételi bizottságban ott volt a pártitkár, ott volt a kistitkár, és ott voltak a szakmai kérdezők, és amikor meglátta a papírjaimat, akkor odaintett maga elé, és hát nem sok lehetőségem volt ott a Szóbelin bármit is mondani. Úgy finoman tudtomra adták, hogy én tulajdonképpen egy osztályidegen valaki vagyok, aki egyházi iskolába járt, és ugye nem gondolom, hogy fel fognak venni az egyetemre, hanem elvisznek 2 évre katonának, aztán átnevelnek, és hogyha úgy gondolom, akkor újra jelentkezhetek. Na, ez volt az első ilyen szomorúság, csalódottság, de ezen is túl jutottunk, és végül mégiscsak jelentkeztem az orvosira, és sikerült is a felvételi. De maga az orvosi pályám alatt sorra volt ilyen, hogy megbántam volna, és most 38 év után is csak azt tudom mondani, ha még egyszer kezdeném, ugyanezt csinálnám. Természetesen a család az biztos, hogy megsínlette ezt az egész 38 évet, mert én úgy gondolom, hogy ez egy olyan hivatás, ami teljes embert kíván, és ők sokszor nélkülöztek, ez bizony így van. Ezt egyébként a Máté fiamtól kaptam meg egyszer, amikor egy ilyen őszinte beszélgetés volt, és mondta, hogy ez fantasztikus, apa, amit csinálsz, de én ezt nem szeretném, mert az lett volna a vágyam, hogy ő is orvos legyen, és ráadásul sebész legyen, mert hogy amikor szükség lett volna rá, soha nem voltál itthon. Ez nagyon rosszul esett akkor,
Aztán az ember ezt végig gondolta, és azt kell mondjam, hogy teljesen igaza volt a fiamnak, de ezt másképp nem lehet csinálni. Aztán a második fiam az orvos lett, ő belgyógyász, ő ugyanezt csinálja, tehát reggeltől estig bent van a klinikán, és én próbálom most győzködni őket, hogy azért otthon is kell lenni, meg a magánélet is nagyon fontos. Igen, hát hogyha már egy kicsit rátértünk itt a családra és a magánéletre, ugye ezt már akkor megtudtuk, hogy az egyik fiú nem lett orvos, többek között lehet, hogy ezen okok miatt is, a másik igen, de egy picit akkor a gyerekeiről, hogyha mesélne nekünk, mert nagyon szép családban élnek. Igen, négy gyermekünk van, két fiú, két lány, és ráadásul úgy is születtek, hogy fiú, lány, fiú, lány. Sor mint a szerint. Sor mint a szerint, igen, és ott az első három csemete között mindösszesen csak egy-egy év volt, úgyhogy az egy nagyon nehéz időszak volt, nem nekem, a feleségemnek, mert ugye akkor fiatalon mi 8-10-et ügyeltünk, tehát nem sokat voltunk otthon. De hát már tévőségesen helytállt, úgyhogy ezért csak köszönet illeti őt. És most már azt kell mondjam, hogy mindegyik éli a maga életét. Három gyerekem férhez ment, megnősült, egyedül Melinda, aki negyediknek született. Ő van még úgy, hogy pár nélkül van, de én úgy gondolom, hogy van ő annyira talpra esett, hogy ez csak egy átmeneti időszak. Persze. Egyébként a legnagyobb fiú közgazdász lett, a Corvinust végezte, és az üzleti életben dolgozik, és nagyon jól érzi magát. Ugye Márta lányom, ő itt dolgozott a megyei önkormányzatnál, ő turisztika, informatika szakon végzett. Ott két kis unoka van, és most fog visszajönni dolgozni. Aztán Márk fiam, ő orvos lett, ő a Semmelweis Egyetem egyes belklinikáján dolgozik belgyógyászként, felesége szintén ott dolgozik, és hát Melinda, ő is közgazdasági pályát választott, ő a budapesti közgazdasági főiskolát végezte, és ő is Budapesten van, ott dolgozik. Azért 38 év alatt gondolom, hogy nem egyszer történt olyan eset, amikor oda kellett állni valaki elé, és azt kellett mondani, hogy itt most vége van. Önmagát a halál gondolatát, vagy magát ezt az egész mítoszt, ami körülövezi ezt, amikor egy családnak meg kell ezt mondani. Hát ezt meg lehet-e szokni? Ez egy ilyen fura kérdés, de hogyan lehet ezt a helyén kezelni? Megszokni nem lehet. 38 év után sem lehet megszokni. Ez mindig egy nagyon nehéz pillanat. Ugye annyi segítsége van ilyenkor az embernek, hogy a hozzátartozókkal mindig őszintén kell beszélni. Tehát, hogyha súlyos betegségről van szó, akkor akár műtét előtt is ezt át kell beszélni velük, tehát tudják, hogy a hozzátartozójuk, amire vállalkozott, annak milyen kockázata van. Így egy picit könnyebb elmondani, de megszokni soha nem lehet. Én úgy tudom, hogy most már rendszeresen járnak ki önök Erdélybe is. Mi történik ezeken az erdélyi utakon, hogyha egy picit erről is mesélnek? Hát igen, ez most már 12. éve járunk ki Erdélybe egy-egy hétre szűrővizsgálatokra. Ugye ez úgy kezdődött, hogy annak idején Kobát falván volt egy nagy árvíz, az egy kis patak, ami ott van, tehát hogyha most az ember látná, akkor szinte száraz lábba át lehetne kelni ezen a kis patakon, de akkor olyan esőzések voltak, hogy ez a patak nagyon sok házat lerombolt, és emberek is meghaltak sajnos. És akkor kerültünk ki Kobát falvára, és tulajdonképpen ott csak a felújításba szerettünk volna segítkezni, pénzt gyűjteni, hogy az óvodát, iskolát rendbe tudják hozni. És az ottani beszélgetés kapcsán, hogy ott voltak, akkor még Bányai Gábor volt a megyei közgyűlés elnöke, és a Kinti megyei elnök is ott volt velünk, és ott este beszélgetés kapcsán valahogy előkerült az egészségügy is. És hogy hát itt azért szükség lenne egy kis segítségre, aztán szó-szót követett, és végül is megidéztünk abba, hogy akkor hajlandók lennénk, hogyha szükség van ránk, egy-egy hétre kijövünk, és mindig Erdély egy-egy magyar lakta településére, és egy hétig kint vagyunk, és akkor folynak ezek a szűrővizsgálatok. Ugye ez kezdetben csak Hargita megyére vonatkozott, aztán egy 4 évvel ezelőtt nekem nagyon jó barátaim vannak Kovászna megyébe, Bodokon,
És amikor kint voltam náluk, akkor a polgármester úr, aki nagyon jó barátom, megkérdezte, és miért mindig Hargita megyében mentek? Hát mondom, ennek egyszerű oka van, soha nem hívtatok benneket. Néztek egy nagyot, akkor most meg vagytok hívva. És attól pillanattól kezdve úgy van, hogy tavasszal egyik megyébe, ősszel megyünk a másik megyébe. Ezzel a pályafutással a hátam mögött hogyan látja a mai fiatal orvosok helyzetét itthon? Hát ez egy kicsit bonyolult a kérdés, ugye. Tehát abból kell kiindulni, hogy tehát amikor én pályakezdő voltam, és a mostani pályakezdők között személy szerint is nagyon sok különbség van, de a rendszerben is nagyon nagy változások történtek. Ugye régen, tehát egy ilyen nagyon kemény, kőkemény feudalista rendszer működött az egészségügybe. Ezt a mostani fiatalok, ezt nem hajlandók elfogadni. Tehát itt nekünk, ha meg akarjuk tartani a fiatalokat, akkor tudomásul kell vennünk, hogy őt kollégaként, orvosként kell kezelnünk, és tanítani kell őket. Ezt várják tőlünk. Ugye nagyon sokszor lehetett hallani arról, amikor a külföldre elmentek nagyobb számba orvosaink, soha nem azért mentek el, és soha nem az volt az elsődleges szempont, mert hogy kint több pénzt keresnek. Ez mindig ötödik, hatodik helyen volt. Az elsődleges az volt, hogy elfogadjuk őket, kollégának tekintjük őket, és hajlandók vagyunk-e őket tanítani. És nyilván ők már egy olyan világban nőttek fel, ahol ezt a feudalista rendszert nem tolerálják. Ezt nekünk tudomásul kell venni, és ha meg akarjuk őket tartani, akkor ezt meg kell változtatni. Ezért az itteni kórház, a Bács-Kiskun megyei kórház a pályakezdő orvosok elé is nagyon sok lehetőséget próbál állítani, és próbálja őket különböző programok keretébe segíteni. Ez pontosan így van, éppen ma reggel jött egy szegedi, ugye mi a Szegedi Egyetemnek az oktató kórháza vagyunk, és már évek óta egyrészt az orvostanhallgatók képzésébe, de a szakorvosi jelöltek képzésébe is részt vesz a megyei kórház. Sőt, most egy évvel ezelőtt kötöttünk egy plusz megállapodást a Szegedi Egyetemmel, és bekapcsolódtunk a külföldi orvostanhallgatóknak a képzésébe is. Tehát jönnek ide angol területről, német területről, itt Szegeden tanuló diákok. És ezzel tényleg az a célunk, hogy ha ide jönnek a kollégák, látják ezt a közösséget, látják azt, hogy milyen felszereltségű ez a kórház, akkor van sanszunk arra, hogyha megkapják a diplomát, akkor esetleg minket fognak választani. Van esetleg valami olyan a közeljövőbe kilátásban, ilyen megvalósuló projekt, amiről már lehet beszélni, akár adomány, vagy akár a kórház alapítványon belüli projektről? Egy fantasztikus érzés volt az, amikor szembesültünk azzal, hogyha jó célt hirdetünk meg, és azt kommunikáljuk, hogy mennyi segítőkész emberrel találkozunk. Nem is gondoltam volna, megmondom őszintén, és ez az elmúlt időszakban csak fokozódott. Ugye itt vannak az alapítványi bájaink is, az is mindig egy-egy ilyen nagy célt tűzött ki maga elé. Ebből a legfantasztikusabb, amit lehet látni a gyerekosztályon, ugye a több mint 700 négyzetméteren a magyar népmesék figurái jelennek meg. Ez tényleg egy fantasztikus dolog, és nem tudom, hogy szerintem Közép-Európában sincs ilyen pickora szülött gyerekosztály, ahol ilyen fantasztikus motívumok vannak a falakon. Most éppen egy nagy dolgot szeretnénk megvalósítani, ugye ez a múlt évi alapítványi bálunkon. Azt a célt tűztük ki, hogy még van egy pici terület, szabad terület a tartalék területünkön, és egy ilyen rekreációs központot szeretnénk a kórházi dolgozóknak építeni. Aztán, ahogy Farkas Gábor elkészítette a terveket, akkor azért egy picit úgy meghökkentünk, mert igaz, hogy Gábor fantasztikus dolgokat tervezett oda, de elég sok alapítványi bált kellene rendezni, hogy abból ezt meg tudjuk valósítani, és megpróbáltuk más források után nézni, és úgy néz ki, hogy nagy valószínűséggel sikerülni is fog. Én ezekhez mindhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és hát azt gondolom, hogy egy ilyen pozitív és higgadt vezetéssel az élen ez mind meg is fog valósulni, és kívánok még nagyon sok sikert a pályán is, meg a magánéletben is, és hát remélem, hogyha a legközelebb lesz valami nagy fejlesztése a kórháznak, vagy bármilyen, ami megvalósul, akkor tudunk még majd beszélgetni, és most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljött velem kávézni.
Én köszönöm szépen, és nagyon finom volt a kávé. Örülünk.